5%-ra csökkentik az elvitelre készülő ételek áfáját. Az intézkedést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke javasolta a kormánynak. Parag László másik javaslatát, amely az iparűzési adó felfüggesztésére vonatkozott, Orbán Viktor úgy kommentálta, hogy meredek, de fel lehet rákaptatni. kaptatni. Vendégünk Parag László. Az ötletgazda. Jó estét kívánok! Jó estét! Szerdán este ült abban a székben Karácsony Gergely főpolgármester, és azt mondta, hogy ez egy baromság, az önkormányzatoknak pedig tart kónlövés. Fentartja-e továbbra is azt, hogy ez egy jó ötlet? Hát abszolút. Ugye az iparizési, a, 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 a főpolgár, főpolgármesternek a stílusát azt nem kívánom kommentálni, de az, ez az adó, ez a rendszerváltáskor keletkezett. Akkor egy politikai alkó mentén, és Európában egyetlen ilyen sincs. Tehát ez egy elavult, nagyon rosszul működő adó, ugyanis a bevételre épít, nem nyerességre, nem foglalkoztatott létszámra, nem fejlesztésre, hanem bevételre. Ez azt jelenti, hogy ha valaki veszteséges, akkor is fizetnie kell, ha nyereséges, akkor is. Egy szabad pénz, egy, ha úgy tetszik, szabad felhasználású pénz az önkormányzatoknak, hangsúlyozom, Európában nincs még egy ilyen. Igen, de az önkormányzatok ma Magyarországon mégis ebből élnek. Én tudom, többen bírálták ezt az adófajtát, de egyrészt ez 30 éve működik, most van itt az ideje, hogy kivezessék? Hát az biztos, hogy a kis- és középválti szektor szempontjából nézve, igen, most itt az ideje annak, hogy felfüggesztésre kerüljön. Én január 1-től állítom ezt. A nagy cégek esetében nyilván egy sokkal megfontoltabb gondolatmenetre van szükség, hogy érzékeljek a nézők nagyságrendjében 800 ezer milliárd forint körül az az összeg, ami így módon befolyik a magyar önkormányzatokhoz, és annak az összege, amiről mi beszélünk, ez ennek nagyjából 10, maximum 20 százaléka várostól, iparszerkezettől függően. Tehát mi egyelőre a mikro, kis és közép méretű cégek esetében javasoljuk, a felfüggesztés. Ez az ön ötlete egyébként, elnök úr? Tehát többen beszéltek arról itt ebben a műsorban is, hogy ez az ötlet nem öntől jön, ön csak a tesztpilóta. Hát, hogyha valaki ö, bemegy az internetre és egy kicsit végignézi a nyilatkozataimat, akkor már 5 éve tesztpilóta voltam ez szerint, mert én ezt legalább öt éve mondom. Akkor nem is mond le, mert lemondásra is többen felszólították. Ne legyen miniszterelnöki tanácsadó, és mondjon le az elnöki posztról is. Erről nincs. Hát na, nekünk a, az alapszabályunk a kamarában, most nem leírva, hanem a kamera működése tekintetében az az, hogy a mindenkori kormányjal kell együttműködnünk. Mi ezt megpróbáltuk ö, minden kormányjal, egyébként jellemzően működött is, volt, voltak azért hullám, hullámvölgyek, arra ő nem emlékszik, de összességében ez egy működő rendszer. Hogyha jól értem, akkor ö, ön. Keresi annak a forrását, hogy a vállalkozásokat, azt miből lehetne életben tartani. Jól gondolom, erről van szó. Hát részben én azt mondom, amit a vállalkozások mondanak, részben pedig azt mérjük, ami a vállalkozásoknál történik. És amit ma látunk, egyébként éppen ma jelent meg az egyik tanulmányunk ezzel kapcsolatban, 3600 cég válaszolt, tehát egy nagy, széles minta. Ott az látszik, hogy az igazi nagy veszélyben a mikro, kis és középvállalkozások vannak, akiknek, ha, ha eltűnik a piacuk, akkor, akkor az nem biztos, hogy visszahozható. Igen, értem. Tehát nekik próbál valahogy segíteni, Igen. és keresi ennek a forrását. Nem lehetne olyan forrás találni, ami nem az önkormányzatoknak fáj. Hát de találtunk ilyet is. Szolidaritási adó például. Találtunk ilyet is. A... a, a keddi bejelentések, azok pontosan erről szóltak. Az áfa például. Igen, miként az, ez az 5 os áfa módosítás is, de hát a szállodák megmentése, a foglalásoknak az állam által történő kifizetése, a munkabéreknek részbeni átvállalása, ez mind-mind mind, 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 mind erről szólt. Ami a, az újraindítási adót illeti, azzal én nekem nagyon határozott véleményem van. És, és erre mondom azt, hogy aki ezt javasolja, az nem érti a gazdaság működését. Ugyanis Budapesten újraindítási adóra nincs szükség. Budapesten iparágakat kell majd megmenteni, de bizonyos szektorok, sőt a szektorok döntő része kiválóan működik. Gyógyszeripar, gyógyászati segédeszközipar. Azért valószínűleg a szektorok döntő többsége rosszul működik most. Egy rész jobban hát érzi. Jobban, hát azért a pénzügyi szektor, bankok, biztosítói kör, logisztika, élelmiszer, kereskedelem, házhozszállítás, ezek azért nagyon jól működnek. Kétségtelen, hogy a vírus minden területet érint. Minden területet érint, de az nem megoldás ami állításunk szerint egy ilyen helyzetben, hogy az üperőzési adót 20%-kal megemelje az önkormányzat. Mert a 2%-ról 2,5%-ra való emelés, az tartalmilag 20%-os adóemelést jelent. Ilyet mi nem fogunk tudni elfogadni, és Igen, de ez támogat. egy negatív spirál. Tehát az iparüzési adót azért lennének kénytelenek megemelni az önkormányzatok, mert a kormányzat egy csomó bevételüket elvette. Eleve kevesebb, de például az, tehát eleve egy bizonyos összegeket visszatart a kormányzat, meg bizonyos bevételektől elesnek az önkormányzatok lást parkolási díjak. Nyilván egyébként a tönkrement vállalkozások nem fizetnek iparűzési adót. A felfüggesztett működésű vállalkozások nem fizetnek iparűzési adót. Tehát ők belekényszerültek ebbe a helyzetbe pont azért, mert kormányzati nyomás alatt voltak, és ez a nyomás most még fokozódni fog. Na de azért mindig van egy másik út. Én vagy 30 éve az élet úgy hozta, hogy nagyvállalatok vezetésében veszek részt, és én azt látom, hogy nincs olyan struktúra, ahol, hogyha válság van, egy cég ne tudna reagálni olyan költségcsökkentéssel, ami minimum 5 vagy 10%-ot jelent? Na de ezen az a... önkormányzatok túl vannak már? Hát nekem nem ez az állításom. Ez a, ez a vita tárgya. Nyilván minden, minden cégnél ott van ez a nyomás. Higgye el, minden vállalkozásnál kérdezzem meg egy vendéglőst, kérdezzem meg egy bárkit az utca, egy taxist, amikor utazik vele. Mindegyik el fogja mondani, hogy milyen nehéz a helyzet. És az az állítás, hogy az önkormányzatok ebből kimaradtak. Hát, hát Miközben a vállalkozások azok cipelik a terhet és próbálnak valahogy talpon maradni az önkormányzatok Én elég. azt állítom, hogy az önkormányzatoknak nincsen rajta az a teher. Vagy legalábbis nem ilyen mértékben van ez a teher. Egyeztetette valakivel, mielőtt ezt az ötletet bedobta? Ö, hát a kamarán belül vannak nyilván egyeztetések. Ugye azt látom egyébként, hogy lokálpatrióta a kamara, tehát a vállalkozások féltik az önkormányzatokat, önkormányzatékat, utána persze a miniszterelnökkel egyeztettünk. Mert ugye nyilván nem csak a, tehát az önkormányzati szektorból és ilyen szempontból gyakorlatilag a kormánypárti politikából is szerzett ellenségeket. Ugye Smit Jenő, aki Fideszes polgármesteret Tabnak, ő azt írta, hogy Parag László az egész önkormányzati rendszer alapját támadja, az 1990. évi rendszerváltás, mint az önkormányzati rendszer létrehozásának alapértéke megszűnne. Szóval jobbról-balról is kap most én ettől még azt mondom, amit szerintem egy kamarelnöknek mondania kell. Azt kell mondanom, hogy hatékonyabban, versenyképességgel, termelékenyebben kell működni minden szereplőnek, beleértve a, egyébként a kormányzatot is, és az önkormányzatot is. Ugye a miniszterelnök ma reggel azt mondta, hogy az ön ötlete az meredek, de felráhet rá kapaszkodni. Arról is beszélt, hogy ha nem csökkentünk adókat, akkor nem lesznek munkahelyek. Segítsen megérteni, hogy az adócsökkentésből hogy keletkeznek. Úgyhogy érdemes ide jönni befektetni. Érdemes a párna lévő pénzből vállalkozást építeni és vállalkozást fejleszteni. Na de nincs piac, nincs fizetőképes. Érdemes, érdemes kereslet generálni. Nyilván a piac azon múlik, hogy van-e kereslet. De hogyha van kereslet akár belföldön, akár külföldön, akkor az már egy gazdasági húzóerő. Mi azt mérjük megint csak, hogy a külföldi kereslet bármilyen megdöbbentő itt a Covid erősödés miatt, az pillanatnyilag nő. Egész pontosan október 1 és 31 közötti a felmérésünk, mostanra készült el a vége, de ott azt látjuk, hogy nagyon erőteljesen nő a külföldi kereslet. Nem arról van szó, elnök úr, hogy mondott most egy erőset, ahonnan majd vissza lehet lépni valamennyit? Meg fog -e ez valósulni, és mennyi fog megvalósulni ebből, amit javasolt? Én azt gondolom, hogy aki ismer, az tudja, hogy nem szoktam köntörfalazni, de nem is szoktam nagyokat tévedni, úgyhogy nekem az, az állításom, hogy ennek egy jelentős része meg fog valósulni. Ki kell találni a technikáját. Összerakjuk, hangsúlyozom, nem kell rohanni sehova, január 1-től fogjuk javasolni, jövő december 31-ig. Reméljük, hogy addigra a vírusválság véget ér. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.